Liv és Joe, kedves szülők, rokonok és jó barátok. Sok szeretettel köszöntök minden megjelentet ezen a csodás estén, amikor tanulni leszünk annak, hogy Liv és Joe örökre összekötik az életüket. A házasság életre szóló elköteleződés, az emberi kapcsolatok legnagyobb és legnehezebb kalandja, mely által szerteszünk egy bizalmasra, bűntársra, legjobb barátra. Egy partnerre, aki mellettünk áll, hogy támogasson, megnyugtasson, biztasson, megnevettessen, és legfőképpen feltétel nélkül szeressen. Kétségtelen, hogy ez a nap az igaz szerelem ünnepe, a ti szerelmetek beteljesülése, amelyre sok-sok év múlva is boldogsággal a szívetekben fogtok visszaemlékezni. A közös szenvedélyetek, a munkátok sodort titeket egymás életébe. 2017. októberében Liv Dubajból hazaköltözve, egy véletlen ajánlás útján kerültél annak a bizonyos szépségversenynek a táborába sminkesnek, ahol Joe már évek óta járt fotózni. És habár az első esti bemutatkozás után egyikötöknek sem sikerült memorizálni a másik nevét, a másnap reggeli fotózás során volt szerencsétek picit közelebbről megismerni egymást. Joe, olyan szenvedéllyel fogtad azt a kamerát, és instruáltad épp a lányokat az udvaron, hogy mikor Liv a sminkeket érkezett felfrissíteni, azonnal felcsillant a szeme. Liv a külföldről való hazatérésed után minden vágyad volt, hogy találj egy olyan fotós kollégát, akivel gördülékenyen megy a munka, és aki legalább annyira imádja a hivatását, ahogyan te. Az a vonzalom, amit az első pillanattól kezdve mindketten éreztetek a levegőben, már csak ráadás volt. Így nem is volt kérdés, hogy az este folyamán egy pohár rozé mellett jobban megismerkedjetek. A beszélgetés után először mindketten úgy gondoltátok, az a jó döntés, ha nem engedtek az érzésnek, de pár nap elteltével rájöttetek, hogy a kettőtök közti vonzalom annál jóval erősebb, hogy ne kutassátok fel azt. A táborból hazatérve üzenet-üzenetet követett, és számtalan éjszakában nyúló videóhívást követően Joe úgy döntöttél, kipróbálod, milyen a kávé 300 km-rel arrébb Szabadkán, és meglátod a Dörlivet. Az eredetileg napközbenre tervezett kávézásból végül esti találkozó kerekedett, és mindkettőtök legnagyobb örömére úgy alakult, hogy együtt töltöttétek az éjszakát. Megjártatok már számos helyet közösen, többek között Nizzát, Rómát, Milánót, és a listán a két közel sincs vége. Azóta is boldogan gondoltok vissza arra a kis szabadkai vendéglőre, ahol egy finom emét mellett az egész délutánt elbeszélgettétek. Bárhol meg tudjátok teremteni ezeket a különleges, meghitt pillanatokat, amikor nem csak testileg, hanem lelkileg is jelen vagytok, egyedül csak egymásra fókuszáltok, teljesen kizárva a külvilágot. Nap mint nap bizonyítjátok az egymás iránt érzett szerelmeteket, apró figyelmességek, amelyek megédesítik a hétköznapokat. Egy kis csoki, parfüm, krém, vagy olykor egy pár zokni vár az asztalodon Joe, mikor hazatérsz a munkából. Te pedig, amikor teheted, megleped Livet egy csokor virággal, hisz tudod, mennyire szereti, és persze mindig szakítotok időt egy közös meghitt vacsorára, vagy éppen egy esti mozizásra. Az évek során számos apró közös szokást, rituálét alakítottatok ki, amelyek ennyi idő után is a mindennapjaitok részei. A reggeli kávé melletti szakmázás a teraszon, a közös bőrápolási rutinotok és az elmaradhatatlan fátyolmaszkok, vagy a vacsora közben számtalanszor végignézett James Bond és Star Wars filmek, hiszen ezeken Joe legalább sosem alszik el. A hosszú autóutak és a határnál való végtelennek tűrő várakozás alatt jutnak eszetekbe a legjobb ötletek. Mindig kitaláltok egy új közös koncepciót, elképzelést. Általában ekkor születnek a saját rendezvényeitek és projektjeitek témái. A sűrű, munkával teli napjaitok ellenére minden alkalmat megragadtok, hogy együtt töltessetek egy kis időt. Legyen szó egy gyors kiruccanásról Győrbe, egy esti borozásról vagy egy wellness hétvégéről. Minden közös utazásotok egy igazi kaland. Nem nagyon volt még olyan alkalom, hogy ne lett volna semmiféle izgalom a hazafelé vezető úton. Biztosan emlékeztek, mikor a nézői utatok végén Münchenben sikeresen lekéstétek az átszállást, mikor Isztambulból hazafele tartva Joe későn csekkolt be a repülőre, és ott kellett maradni egyedül éjszakára, vagy mikor Milánóban kómásan rossz buszra szálltatok, és a város másik felén lévő repülőtéren találtátok magatokat, emiatt pedig 92 km taxiztatok, hogy elérjétek a gépeteket. Liv, Joe,
az együtt töltött évek során megtanultátok, hogy bizony valakiért megéri kompromisszumot kötni, valakiért, akit igazán szerettek. Megtapasztaltátok, hogy milyen különleges érzés, mikor teljes mértékben elfogadjátok egymást, és türelemmel álltok a másikhoz. Józanságot, átgondoltságot és nyugalmat hoztatok egymás életébe, és folyamatosan azon dolgoztok, hogy a kapcsolatotok egyre erősebb legyen. A legbensőségesebb dolgokról is őszintén tudtok beszélni, köztetek nincsenek tabuk. Egymás legnagyobb támaszai vagytok, mind emberileg, mind szakmailag, és nincs olyan része vagy gondolata a másiknak, amit ne ismernétek. A mindennapjaitok tele vannak érzelemmel és szenvedéllyel, együtt élvezitek igazán az életet. Liv, Joe racionalitása tökéletesen kiegészíti az álmodozó, szárnyaló jellemedet, és ezzel egy olyan stabil pontot hozott a világodba, akire mindig támaszkodhatsz. A sok együtt töltött idő, a kalandos utazásaitok, a hosszú kocsikázások és a közös szenvedélyetek a munkátok hatására egyre jobban elmélyült bennetek az érzés, hogy szeretnétek, ha ez mindig így maradna. Joe elárulta nekem, hogy az egyetés gondolata, kapcsolatotok során közösen megélt, egymásra épülő történések, gondolatok és élmények eredményeképp fogalmazódott meg benne először, 2020 őszén. Joe, mivel a gondolat azonban nem elég a lánykéréshez, végül 2022. novemberében határoztad el magad, mikor egy délután elsétáltál egy ékszerbolt előtt, és megpillantottad a tökéletes gyűrűt a kirakatban. 2022. december 27-e óta mennyasszonyként és vőlegényként töltitek a mindennapjaitokat két cicátokkal közösen, tökéletes harmóniában és szeretetben. El is érkeztünk a nagy pillanathoz, itt vagytok szeretteitek körében, és esküdtesztek előttünk, hogy örökké kitartok egymás mellett. Ezért most megkérlek titeket, hogy az ünnepélyes pillanathoz forduljatok egymással szembe, és fogjátok meg egymás kezét. Kedves Liv és Joe, most pedig felteszem nektek a kérdést, melyre kérlek a legőszintébb érzéseitek szerint határozottan válaszoljatok. Joe, elfogadod Livet feleségedül, szeretni fogod őt, és kitartasz mellette életetek hátralévő részében? Igen. Még hát én hallottam volna. Liv, elfogadod Joe-t férjedő, szeretni fogod őt, és kitartasz mellette életetek hátra lévő részében? Igen, és igen. Egybehangzó igen kijelentésetek alapján megállapítom, hogy Rideg Livia és Balogh József a mai naptól fogva házastársak. A házassági emléklap aláírására elsőként az újdonsült feleséget, majd a férjet, utána pedig a tanukat szeretném megkérni. Kérlek, engedjétek meg, hogy megosszak veletek pár gondolatot, amelyet egymással árultatok el nekem. Először Livhez fordulok. Joe imádja benned a figyelmességedet, a kedvességedet, hogy mennyire gondoskodó és segítőkész vagy a körülötted lévő emberekkel. A kapcsolatotok és munkád iránti végtelen szenvedélyedet, a szép törékeny kezeidet, azt, ahogyan reggel ébredés után rámosolyogsz, és ahogyan a gyönyörű üzlátbomba szemeiddel rápillantasz. Büszke rád, hogy rendkívüli tehetséggel és szorgalommal éled el a sikereidet. Nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy az élete része vagy. Hálás neked a számtalan kedvességért, ajándékért, amivel nap mint nap megleped őt. Sosem fogja elfelejteni a rengeteg emlékezetes utazásotokat, vagy azt a mindent elsőprő érzést, amikor először megpillantott téged. Joe, a feleséged elárulta nekem, hogy a legjobb dolog a kapcsolatotokban, hogy egymás otthonai vagytok, bármit megoszthattok a másikkal, nincs köztetek tabu téma. Csodálja benned, hogy mennyire észszerűen és jól viszonyulsz mindenhez, hogy egy csupa szív, barátságos ember vagy, aki bárkivel könnyen tud kapcsolatot teremteni és beszélgetni.
büszke rád, amiért ennyit fejlődtél a kapcsolatotok során, és hogy mindent megteszel azért, hogy működjön. Imádja az olaszos beütésed és akcentusodat, mikor angolul beszélsz, a szexi hangodat és a Transformers tekintetedet, amiben annyira szeretve elveszni. Hogy mennyire fantasztikus, jó lelkű, segítőkész ember vagy. Hálás neked a rengeteg törődésért és gondoskodásért, amit tőled kap. Nem tudja nélküled elképzelni az életét, hiszen benned megismert egy igazi partnering crime-ot, aki egy személyben a legjobb barátja, szerelme, munkatársa, szeretője, mindent, amit egy ember egy társtól kívánhat, ő megtalálta benned. Kedves Liv és Joe, ezek a gyűrűk, szerelmetek és összetartozásotok szimbólumai, olyan emlékek, amelyek mindig felidézik majd ezt a csodálatos napot és az itt kimondott fogadalmakat. Most pedig arra kérlek titeket, hogy húzzátok fel egymás ujjára a gyűrűket, majd pedig köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal. Igen, tudom. Nem, először a jegycsülékkel, és utána a jegycsülékkel. Van egy kis vajjános, de megoldjuk egyszer. Ez egy szép kis kevület. Nem kéne elvejteni, ugye? Kinyilvánítottátok, hogy egymást választjátok egy életen át, hiszen megtaláltátok a másikban azt a boldogságot, amelyre mindig is vágytatok. Rálátatok a társa, aki önmagadért szeret, aki mindig támogat, aki őszintén felnéz rád, aki bármikor meg tud nevettetni, és aki vigasztaló ölelést nyújt a nehéz pillanatokban. A köztetek létrejött kötelék egy olyan biztonságos helyet teremt, ahol mindketten otthon érezhetitek magatokat. Ahogyan most itt álltok minden szeretetek előtt, készen arra, hogy együtt kezdjétek el életetek egy új fejezetét, tudnotok kell, hogy az itt jelenlévők támogatása és végtelen szeretetek kísér benneteket. Kedves család és barátok, most, hogy tanúi voltatok, ahogyan Liv és Joe fogadalmat tesznek egymásnak, megígéritek, hogy ettől a naptól kezdve mindig bátorítani és szeretni fogjátok őket? Ott lesztek mellettük, ha valaha szükségük lesz a támogatásotokra? Útmutatást nyújtotok nekik, és segítitek őket, hogy hülyek tudjanak maradni a matett ígéreteikhez? Ha igen, kérlek titeket, álljatok fel. Ezzel biztosítva Livet és Joe-t arról, hogy bármikor számíthatnak rátok. Jaj, de jók vagytok! Liv, Joe, nézzetek körbe. Nézzétek ezt a rengeteg embert, akiket szerettek. Akik mindig ott lesznek, amikor szükség van rájuk. Ők azok, akikre bármikor támaszkodhattok. Érezzétek azt a hatalmas szeretetet, amely most körbevesz titeket, és ami végig kísér majd egész életetek során. Kedves Liv és Joe, kívánom, hogy ez a csodás pillanat maradjon örökre emlékezetes számotokra. Legyen a közös életetek tele kalandokkal, boldogsággal, és megható pillanatokkal. Élvezzétek egymás társaságát és a mindennapok apró örömeit. Kívánom, hogy a közös álmotok, hogy megnyissátok a saját sminkiskolátokat, minél hamarabb váljon valóra. Gratulálok nektek, nagyon boldog, sikeres és utazásokkal teli közös életet kívánok. Köszönjük szépen! Illetve Liv anyukáját, hogy egy kocintás erejéig néz. Few
out my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Gratulálunk! Ki a Ferences? Hogy hívják a Ferences? Mikor lesz az esküvő? És hogy hívják az ügyenbe? Sok-sok-sok boldog évet kívánok a boldog ennivaló házaspárnak! Sok boldogságot, Liv és Joe! Sok boldogságot! Say my name, I'm
Falling, falling.